Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Itthoni szigorításokat vezettek be. Elsőjétől kötelező újra a maszkviselés a közösségi közlekedésben. Látogatási tilalom van a kórházakban, és a munkáltató kötelezheti a dolgozóit az oltásra. Lisziávic Juliana immunológust kérdezzük a negyedik hullámról. Remélem nem beteg. Jó reggelt! Nem, jó reggelt kívánok! Éppen hallottuk, hogy köhögött egy kicsikét. Na szóval, az előbb hallotta a romániai helyzetet, ehhez képest Magyarországon szinte áldásos minden, de persze nem igaz ez, mert hogy egészen elképesztő adatok kezdenek ismét kibontakozni napról napra. Ön mit lát, milyen lefolyását látja ennek a járványnak itt Magyarországon? Hát ha nem fogunk más módszerekkel, csak a vakcinával védekezni, akkor úgy gondolom, hogy hasonló lesz a negyedik hullám, mint a harmadik hullám volt. Mert erre már vannak példák jól átoltott országokban is, mint Izrael és az Egyesült Királyság. Azok a lépések, amiket most a kormány elhatározott az elmúlt napokban, ugye vannak olyan döntések, amelyek minthogyha valamiféle járványügyi intézkedésnek látszanak, lásd kötelező maszkviselési szabályok, vagy a munkahelyeken elvárható védőoltások, azok elégségesek lehetnek? Véleményem szerint nem elégséges, ez nagyon könnyű belátni, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a buszokon, villamosokon maszkot viseljünk. De ha utána levesszük a maszkot a tömeges, a boltba például, az Aldiba, ahol több száz emberrel vagyunk együtt, akkor semmi értelme annak, hogy a villamoson felvettük a maszkot. Tehát ezeket az intézkedéseket úgy gondolom, hogy nagyon egyszerűen ki kellene terjeszteni olyan helyekre is, ahol tömeges mennyiségben vannak emberek, mivel ez a vírus nagyon-nagyon könnyen terjed. Tehát a busz és a villamos fontos, de nem elégséges. Tehát a közértekben, a színházakban, a különböző tömegrendezvényeken, pláne ami bent van, ott fel kéne vennünk a maszkot. Hát, ha jól értem, akkor azt mondja, hogy vissza kellene térnünk nagyjából a harmadik hullám idején érvényes szabályozásra, ami nem arról szólt, hogy maradj otthon és ne menj sehova, hanem arról, hogy mindenhol védekezz. Igen. Ezt egyszerűen megválaszolta, köszönöm szépen. A járványról magáról. Az, hogy ez a negyedik hullám könnyen fertőz, de könnyebb tüneteket okoz, erről hallottunk hajdanában. Most viszont azt látjuk, hogy nagyon sokan kerülnek kórházba, és egyre többen vannak az intenzív osztályon, és egyre többen a lélegeztetőn, ami azt mutatja, hogy azért ez egy becsapós, egy kicsit önbecsapós válasz volt arra, hogy jön a negyedik hullám, de azért ez nem olyan. Ez is olyan. Hát én nem hallottam erről, hogy könnyebb tüneteket okoz, mivel a tünetek a vírus mennyiségétől függenek a szervezetben, és azt jól tudjuk, hogy a delta variáns, ami a negyedik hullámot okozza, nagyobb vírus mennyisége, jobban szaporodik a szervezetben, mint a előző variáns, a alfa variáns. Tehát most fiatalabbak is bekerülnek a kórházba, sok fiatal bekerül a kórházba, és ők is súlyos betegségben tudnak szenvedni. Tehát én nem hallottam olyan híreket, vagy én nem ismerem azokat az adatokat, hogy a negyedik, a delta variáns könnyebb tüneteket. Hát amikor ez elindult a világban a delta variáns, akkor azért az volt a híre, hogy jobban fertőz, de könnyebb tünetekkel jár, de örülök neki, hogy ezt a tévhitet most el tudtuk egy kicsikét hárítani. A negyedik oltásról beszélnek nagyon sokan, meg vannak helyek, ugye az Egyesült Államokban nagyon konkrétan, ahol már az 5 évesek oltását is kezdeményezik. Mi a véleménye ezekről? Kezdjük a 5-től 11 éves korosztály oltásáról. Igen, az Egyesült Államokban a Pfizer oltás pár napja jóvá hagyta az FDA, az 5 és 11 éves oltás gyerekeknek az oltására, azért, mert a nagyon sok a olyan adat van, ami miatt biztonságosan beolthatjuk a gyerekeket, és megvédhetjük őket a potenciális betegségtől. De nem csak ez a legfontosabb ok. A legfontosabb ok az, hogy
A gyerek lehet, hogy nem lesz nagyon beteg ettől a vírustól, de hazahozza a fertőzést, és terjeszti a családba, és a nagymama fog meghalni. Tehát nagyon látszik azokban az országokban, ahol a fiatalok átoltása magas, hogy a vírus kevésbé terjed, és a negyedik hullám alacsonyabb. Ilyenek például az észak-európai országok. Tehát ez van a gyerekek oltásával, amit én úgy gondolok, hogy fontos lenne népegészségügyi szempontból. A második kérdés mi is volt? A negyedik oltás, amiről megint a negyedik már oltás. Ennek a hírek. Hát most egyelőre a harmadik oltásnál vagyunk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a védettség csökken idővel. A negyedik oltást majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő hullám, mert az sem kizárható, hogy a jelenlegi oltások nem lesznek olyan hatásosak a következő variáns ellen. Tehát én most még nem tudom, hogy kellene negyedik oltás vagy nem, mert még nem tudjuk, hogy milyen vírus variáns fogja okozni a következő hullámot. Liszievicz Julianna, köszönöm szépen. Viszont hallásra. 8:50 friss hírek következnek.